Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az űrszekerek évadzáró része, a mikrofonnál Pécsi Géza. Ez alkalommal a Triblikről, valamint a Star Trek eredeti sorozatának szőrös veszedelem, Trouble with Tribbles és a Deep Space Nine Klingonok, kémek és más szörnyűségek című epizódjairól beszélgetünk. Kosza Magdi társaságában. Szia Magdi! Sziasztok! Persze itt van velünk Kő Gergő is. Szia Gergő! Hello! Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, valamint premier előtti tartalmakért fizessetek elő a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül, ahol egy speciális támogatói csomagot is találtok. Most így még a felvétel előtt Magdi mutatott nekünk egy nagyon cuki dolgot, mert hát neki még vannak tribliai is. Sőt, azt is megtudhattuk, hogy hogy születnek a triblik. Ez egy nagyon érdekes dolog például nekem, mert amikor először néztem a Star Trek-et, és volt az a része, ahol a triblik voltak, valahogy tényleg amúgy annyira cukik ezek a kis lények. És egyből azt kezdette így foglalkoztatni, hogy ők mik egyébként? Mozognak is, de lábat nem látsz, hangot adnak ki, de fejet nem látsz. Hát akkor meg is kérdezlek titeket, hogy Star Trek szakértőként genetikailag hogyan értelmezhetők ezek a kis lények? Szerintem ők nagyon egyszerű lények egyébként. Hát ők a szaporodáson, meg az evésen kívül sok mindent nem csinálnak. Hát ezeket a hangokat adják ki, amikor jól érzik magukat, akkor van ez a kicsit ilyen, hát amit úgy mondanak, hogy énekelnek, de hát az olyan, mint egy dorombolás, igen, de éneklésnek mondják. Igen, ugye Gergő nagyon-nagyon jól tudja utánozni. Mutasd meg még egyszer nekünk. Ez nagyon kemény. Tehát szerintem... Gergő tud tribliul. Nem te szinkronizáltad a tribliket? Szinkron, tudod? Én hát, de viharod. A titkos szinkron hang. Triblik az Iota Geminorium 4-es számú bolygóról származnak. Ezt tudtátok? Nem. De hogy te honnan tudod ezt? Hát a Wikipédiáról, honnan máshonnan. A Triblipédiáról. Triblipédiáról, ja. Amúgy nem, tehát csak utána nézegettem ennek a triblis dolgoknak, ugye ezt mondtad Magdi, hogy ők csak szaporodnak, meg esznek. Elhangzik McCoytól egy ilyen sor, ugye, amikor ő elkezdi vizsgálni őket, és nagyon gyorsan szaporodnak, hogy szerintem már terhesen születnek a tribli. Ez szerinted igaz? Hát, ha McCoy mondja, akkor biztos igaz. Nem vonom kétségbe, amit ő állít. Lehetséges. Hát igen, mert hogy piszok gyorsan szaporodnak, ugye ezt tudjuk róluk, meg hogy a klingonokat felismerik és visítanak a környezetükben. Ugye ez egy fontos momentum a... Hát ez oldja meg a rejtélyt, ugye? Az eredeti sorozatnak, de aztán ez egy különleges dolog lesz a Deep Space Nine-ban is. És a Klingon birodalom legnagyobb ellenségei. Lesznek majd. Lesznek. Ugye itt még a Klingonok sem, tehát az eredeti tosban még a Klingonok sem ismerik a tribliket. Tehát azok sem tudják, hogy mi az a tribli, mert ugye ők is ilyen döbbenten állnak ez a... Vagy rájuk akar, így visít neki a tribli, amikor ugye közelébe viszi. Tehát ismerős emberkék kerülnek elő abban részben, a Kolott kapitány például, ami többször is előkerül ez a Kolott kapitány. Maga a tribli, hogy akkor itt még ismeretlen, mert ugye ott találja meg Sirán a Jones, és ugye mondja is a McCoy, vagy a Kirk, már nem tudom melyikük mondja benne, hogy kirántották a eredeti életkörnyezetükből, ahol voltak természetes ellenségei. Tehát itt lehet, hogy egy olyan fajról beszélünk, ugye nagyon sok olyan földi faj is van, amelyik ugye hinnősen születik, ugye a csigák. De ugye itt nem látunk ugye szaporodást, ahogy hívják nál, a tribliknél, hanem ugye ezt mondja a McCoy, hogy már úgy születnek, hogy bennük van a kis triblik. Na de! Kicsit ilyen Godzilla-sárfallása volt, tudod, az úgy. Ugye, mint egy matyóska baba, nem? Igen, igen, ja. Igen.
Igen. És a másik az ugye, hogy nem látod soha őket, hogy hívják, hogy hogy lesz egyből kettő? Hát ezt most mutatta meg a Mag. Igen, az nincs benne sehol a filmben, hogy hogyan. Igen, csak hogy nem tudjuk, hogy most osztódnak-e, vagy... Hát hogyha azt mondja, hogy terhesen születik, akkor nem osztódik. Meg nem osztódhat, mert ugye különböző színűek. Ugye van benne fehér, barna, mindenféle náció, és ugye mondja, hogy a saját szülőbolygóján természetes ellenségek vannak, tehát, és ugye úgy szaporodik, hogy zabál, na bocsánat, semmi más nem csinál, csak eszik, meg osztódik. Hogy lehet, hogy ez a saját bolygóján, ami nem derül ki, én legalábbis nem emlékszem, hogy egyik részből is kiderült volna, de a saját bolygóján egy ilyen, lehet, hogy egy ilyen takarító megeszi a növényt, aztán szétosztódik, aztán a többi faj meg ő belőle él. Erre találtam egy másik, megint csak wikipédiás dolgot, hogy állítólag a triblik nem terhesen születnek, és ők egy ilyen genetikai mérnöki csoda, vagy félrement csodának az eredményei. És hogy valahogy meg is semmisül a bolygójuk, és hogy csak így össze-vissza van belőlük pár darab. Ez egy Star Trek Short Treks epizódból derül ki, hogy a genetikai mutáció miatt ilyenek. És ezt még említik is, hogy ki volt ez az ember, aki egyébként létrehozta őket, hogy ilyen gyorsan szaporodjanak, és igen, az emberke meg is halt, mert hogy így kevés megett, és hát így, vagy nem megették, ez fura. De ezért kérdeztem egyébként az elején, hogy a tribliknek nem látjuk a száját, hogy esznek. Tehát erről van valami infótok, hogy nekik van szájuk amúgy, vagy gondolom, hogy van, hogyha megeszik a gabonát. Van egy ilyen fandom oldal, ahol lerajzolták a tripliknek a felépítését, nektek így megmutatom. De hát az nyilván egy fandom. Hát ez egy elképzelés, hogy nézhet ki a belsejük. És hát ott van azért olyan egyfajta szájszervük, kicsi, meg van egy ürítő rész, tehát egy kloákájuk, vagy hogy lehet ezt mondani. A triblik, akit én nem láttam sehol sem. Hát nem látszik a szőrtől, hát jó, hát egy nagyon szőrös állatnál se látod, tehát. Igen, van egy kloákájuk, és van egy lélegző csövük, meg van egy... Igen. Én is most néztem ezt a triblik anatómiáját. Méhük van, mert igen. Meggondolom az a szaporodás miatt kell, hogy legyen. Figyelj, én megmondom őszintén, hogy szeretem ezeket ez oké, ez a fandom, ugye nem mutatják sehol sem. Most azt, hogy néz ki, fogadjuk el. Én azzal a részével nem tudnék egyetérteni, amikor ugye mondja a McCoy, ugye, hogy ez ugye így születnek. Jó, lehet, hogy aztán valahogy belekeveredik ezt, de én meghagynám azt, amit a McCoy ott mond, hogy alapvetően hímnősen születnek, aztán lehetséges, hogy őket előállították genetikailag valahol, valamilyen formában, de én úgy tudom, hogy van egy szülőbolygójuk neki, tehát a tribliknek van egy szülőbolygójuk. Én meghagynám azt a teóriát, szegény kis cukikákat, ne állítsuk mellő laborba. Igen, tehát én nem azt mondom, hogy őket előállították laborba, hanem hogy ők alapból nem lennének ennyire szaporák, és ez a labor, tehát a génmutáció eredménye az, hogy ilyen szinten szaporák, hogy Ja, értem. A módosítással amúgy máshol is foglalkoznak a triblik módosításánál. Szerintem a Discovery-be van egy jelenet, a Lorcának van egy triblie, és ott, mintha már hogyha erről lett van, de én lehet, hogy hazudok, és meg a hallgatók kijavítanak, hogyha rosszul tudom, de mintha egyszer a triblie előkerült volna a Picardba is, bár azt lehet, hogy hülyeséget mondok. Mert annyira összekeverednek bennem a sorozatok. Én amire emlékszem, ahol előkerült, az az alternatív idősíkon, az új mozifilmekben. Ott is. És ott van egy jelentős szerepe is, mert ugye rajta próbálják ki Khan vérét, hogy fel tud-e éledni. És ott már az a tribli, amint kipróbálják, már üszkösödésnek, vagy mindnek, vagy bomlásnak indult, és úgy kapja meg a kánvérét, és úgy élet föl, és utána merik csak beadni a Kirknek is. De az új sorozatban még egyszer szerepel, azt tudod, hogy hol Magdik. Ugyanaz a Kelvin idővonal, és szerepel egy másik filmbe is, hát amikor a Scottival találkoznak, ott a Scottinál is van egy triblik. Úgy is kezdődik, miért megszólal a Scotty, hogy ezt lehet hallani. Igen. Csúcsolod, mindenhol. Egyébként igazad van, Lorcánál is van egy. Neki is volt egy, és akkor szerintem ott volt egy találgatás, vagy lehet, hogy beszélgettünk róla a Discovery kibeszélőnél, vagy nem is tudom, hogy hol, hogy ugye azok a triblik már ugye ilyen
Bár elég furcsa, hogy a Lorca az ugye melyik időség volt? Tehát az a TOS, a Discovery a TOS előtt van? Igen, előtt, igen, ugye? Igen, a Discovery előtte van. Sőt, most a Strange New World, ez meg a kettő között van. Igen. És ugye elméletileg ugye az Enterprise ugye ott találkozik először a Triblikkel, ugye azt se tudják, mi ez a Tribli. Ugye a első évadnak a tizenhányadik része az? Ja, a TOS-nak a második évad, bocs. Hogy ott senki nem ismeri a Tribliket, még a Spock se. Tehát senki nem ismeri őket abban a részben. Szerintem ez egy kicsi logikai baki volt a, hogy hívják már a Discovery-nél, szerintem. De nem biztosan, nem lehet, hogy mert ugye van valami olyanról is szó, hogy a Triblik annyira gyorsan szaporodnak, hogy ez veszélyt jelenthet egy bolygónak a ökoszisztémájára. Csak akkor, hogyha eteted. Ja, hát nyilván, persze. Mert hogy nem ivarosan szaporodnak, és ezért ugye az élelem miatt viszont, hogyha élelemhez jutnak, akkor viszont piszok gyorsan. És akkor hiába cukik, de azért, hogyha így ellepnek egy bolygót, azért... Hát igen, az nem annyira jó. Egyébként... És ha nincsen ott mondjuk ellenségük, vagy tehát aki... Vagy van ilyen ragadozó, aki fölenné őket, akkor... Hát igen. Hát, hogy akkor teljesen el tudnak szaporodni, mint egy invazív faj. Hát látod, mint a Földön, csak sokkal... Na, és ezt akartam kérdezni, jó, hogy mondtad most, Gergő, hogy szerintetek mi volt ez a földi állat, amiről így jöhetett ez a Tribli? Melyik állat lehetett az inspiráció annak a Triblinek? Nyúl. Nyúl, ugye? Szerintem, de úgy, hogy így átvittem, mert a nyúl az nyilván ivarosan szaporodik, csak hogy a nyúlra szokták mondani, hogy... És ezt tudjátok, hogy miért? Hogy szaporodik, mint a nyúl. Keresztezték a állat gyors szaporodást a csivavának a cukiságával. Csivavák. Csivavák ilyen szőrösek, azt hiszem. Hát sok állat szőrös. Melyik azok, aki szőrös kis... Nem ilyen, ez nem a csivava, a csivavának alig van szőrös. Nem a csivava várja. Azért akartam mondani, hogy azért tehát a nyúlra is azért mondják, hogy szapora, mert ugye a nyúl ez, meg hát ezek a kis rágcsálók olyan állatok a Földön is, hogy csak náluk van ilyen, hogy kétszer lehetnek terhesek, tehát hogy már van egy nagy magzat bennük, amelyik már majdnem megszületik, és már teherbe tud esni, és van egy kevésbé fejlett magzat mellette. És ezért tudnak ilyen nagyon gyorsan szaporodni. Tehát, hogy nem kell, hogy elteljen tehát, hogy ugye például egy embernél az lehetetlen, hogy terhesen már még egy kis magzat legyen benne. De hogy egy nyúlnál ez ilyen van. De ja, igen, ez érdekes, hogy ilyen nyúlok. És emlékeztek a Mikrobinak, ha Pepe szereti Döndöt, Dönd szereti Pepét? Volt egy ilyen rész, amiben a Döndök szaporodtak ugyanígy el, hogy nagyon cukik voltak a kis Döndök, de hogyha elszakították valahol a láncot, akkor ők ott elkezdtek így szaporodni, és akkor ők is így kitöltöttek mindent. De volt még egy... Kicsit nekem ez is eszembe jutott róla, meg hát a szörnyecskék. Szörnyecskék. Igen. Azt akartam én is mondani, igen, a szörnyecskéket, igen. És a szörnyecskék az későbbi, tehát a szörnyecskének az ötlete az jöhetett a Tribliből, szerintem. Sőt, eléggé gyanús is, hogy abból jött, legalábbis bizonyos dolgok, mert ugye a szörnyecskéknél is az van, hogy nem szabad őket éjfél után etetni. Meg víznek nem szabad érnie őket. De az a másik, de nem szabad éjfél után enni. Az igen, igen. Mert akkor elkezdnek szaporodni. Hogyha a víz éri őket, nem, a víztől szaporodnak, bocsi, az evéstől lesznek ilyen szörnyek belőlük. Mert hogy eredetileg ilyen kis cukik. Igen, igen. És akkor, hogyha éjfél után esznek, akkor, és akkor átállítják az órát, tudod, a kis... lényeg, hogy ne tudja a srác, hogy már éjfél elmúlt, és akkor ad neki enni. És attól lesznek szörnyek belőle. No, de a Triblik nem szörnyek, tehát ne vigyük el őket ilyen rossz irányba. Visszatérve erre, hogy honnan jöhetnek. Nem, azok csak szaporodnak. Meg hogy most ismer. És visítenek a Klingont le. Ugye említetted, Gergő, hogy ezt a Klingonok sem ismerik őket ugye még a TOS-ban. Uh-huh. Viszont ugye a Deep Space Nine-os részben, amikor ott van a Dwarf, ő már mondja, hogy ez a legnagyobb ellensége a Klingon fajnak. És hogy vidd innen azt a Triblit, ugye, amikor ott az asztalnál beszélgetnek. Tehát, hogy... Igen, de csak Worf tudja. De erre tudjátok, melyik sorozatban van válasz? No. A TAS-ban? Hát az Enterprise-ban. TAS. A TAS-ban van. Ja, a TAS-ban. Bizony, ugyanis a TAS-ban van a ötödik részben szintén Silano Jones, ugye nem érne, szintén Enterprise, szintén Tribli. És ugye nem tudom, hogy kedves hallgatók, nem tudom, nem akarok spoilerezni, de most kénytelen leszek, de nézzék meg a
a ötödik részt, ott konkrétan ismét a Tribblink lesznek előnyben, egy kicsit máshogy, mert a Cyrano Jones módosítja őket genetikailag úgy, hogy nem szaporodnak, hanem csak nőnek. És ugye a Klingonok elkezdik üldözni, ugye egy Kolot kapitány kerül elő, ki üldözi a Cyranót, ugyanis ugye azzal van vége a Tosba az eredeti résznek, ugye, hogy áttransportálták a Klingon hajóra. A Tosba meg azt mondja, hogy a Cyrano Jones egy olyan bolygón adott el Tribblit Klingonoknak, ami egy ilyen mellékvilág, és ott úgy elszaporodott a Tribbli, hogy ilyen ökológiai katasztrófát okozott. És innen ered a gyűlöletük, és ugye ebben a részben a Klingonok kifejlesztenek egy Gláma nevű cuccot, egy élőlényt, amelyik Tribbli vadász, magyarul megeszi a Tribblit, amit szintén el akarnak szaporítani, és ezt lopja el tőlük a Cyrano Jones, és ezért üldözi őket. De ugye a csavar az egészben, a rajzfilmes csavar az egészben, hogy kiderül a végén, hogy Tribbliket azért ilyen könnyen nem lehet átverni, mert azok nem nőnek, hanem egy testben úgy szaporodnak föl, és hogyha kapnak egy injekciót, vagy szétlövik őket, ugye, mint a végén a Klingonok, akkor eredeti sok kicsit Tribbli lesz szétesnek. A Tribblik! És ezt tartják talán a rajzfilm sorozatnak az egyik legviccesebb részének, és tényleg van egy nagyon-nagyon jó rész benne, amikor megkérdezi a Spock, és ezt élvezett volt szinkronizálni, amikor a fiúkkal csináltuk, amikor Spock megkérdezi a Körköt az egyik hídon, hogy nem ül le inkább, uram. És akkor a következő kép az, hogy áll a Körk a széke mellett, és a székben egy hatalmas nagy Tribblő, és akkor Attila annyira jól megcsinálta, hogy a szinkronizálta, hogy azt hiszem, inkább állok. Nagyon jó, tehát ebben a részben már ugye a Klingon ős ellensége, mert ugye elszaporodtak, és az egész a Cyrano Jones lehet. Nem, miért is ne? És akkor ki ez a Cyrano Jones? Bocsánat, csak hogy az is értse, aki nem. A Cyrano Jones, ugye, aki a TOS epizódban, ez egy ilyen űrkereskedő, egy ilyen, hát egy piti zsivány, aki mindennel kereskedik, amiben úgy látja, hogy neki haszna van, járkál, ahogy hívják be, a univerzumban, őt szerepel különben a TOS-ba is. Tehát a eredeti... Igen, hát őt leszkésztetik meg a végén egy kicsit a Körkék, ugye. És ugye meg is kérdezi a rajzfilmben, például meg is kérdezi, hogy hogy szabadult el a állomásról, mert úgy tudta, hogy neki ott kell lennie, és akkor végén kiderül, hogy hát meglógott onnan. Hát ugye Cyrano Jones nem csak úgy ott tartani. Egy piti kis ilyen seftes ember, kereskedő. Igen, de ő egy ilyen tipikus szélzes figura. Ugye ezt jó is most, hogy mondtad, hogy ugye hogy kerül ugye az első Tribblibe sorozatba, ugye ott van Uhura, akinek hát ugye nagyon megtetszik a Tribbli, és akkor végül ő hozza el a Tribblit, és akkor ő mutogatja ott mindenkinek, meg nála eszik. Bejött az Uhurának ez az ilyen kedves modora, és utána is, hogy így mindenkinek ott mutogatja, és akkor mindenki akar vinni egyet belőle. Ez nagyon jó volt. Meg hát ugye mondja, a Spock is ugye megállapítja, hogy az emberekre milyen hatással van. Tehát a nyugtató hatással van a Tribbli maga, az egész faj. Ugye a Klingonok van, ugye pont az ellenkezőjét hozzak, és ugye szerintem az az egyik legjobb jelenet, ahogy tegyek, amikor ugye a Spock is ugye ottan cirógatja. Igen. Ahogy hívják ott a Tribblit, és hogy ő rá nincs hatással. És mindenki nézve, hogy mi van. És ugye, hogy cirógatja a Tribblit. Igen, de hát tudjuk, igen, hogy ugye Spock ő félig ember, ugye? A vulkániaira is lehet, hogyha csak ők nem mutatják úgy ki. Ők nem kezdenek cirógatni valamit. Különben nagyon jó ez a vulkáni, hogyha most elkezdtem nézni a... Bocsánat, hogy kicsit eltérk a Strange New World-nek a... Hogyha és ott a Spocknak a jelen fejlődését nagyon erőteljesen emelik ki ez az ember vulkáni kapcsolat. És ugye ott elég erőteljesen megy az ember felé a Spock. De ugye magában a sorozatban már ugye nagyon sok olyan... Tehát ő már megvan barátkozó az emberi oldala, de például ebben a részben is poénkodnak elég rendesen egymással a doktorral. Ott a Tribblini, amikor mondja neki, hogy a Tribbli milyen kedves, és akkor így felfedezt az egyetlen jó tulajdonságát a Tribblinek. Nem beszél. Ott adja a doktor. Ez csúcs. A doktor kontra Spock párbeszédek, szerintem ezek valami fenomenálisek mindenhol. Én McCoyt is egyébként nagyon bírom ott az első évadban, szerintem az nagyon jól össze lett rakva. Már emlékeztek rá, hogy a Journey to Babelbe meg a Spocknak az anyukájától kérdezgeti a McCoy, hogy valamit ki akar szedni belőle, hogy valamit mondjon a gyerekkoráról Spocknak, és akkor azt mondja, hogy hát volt neki egy teddy bearje.
és egy teddy bear, és akkor elkezd röhögni, hogy egy teddy bearje volt a Spocknak, és aztán mondja neki Spock, hogy nem akarom elkeseríteni, de ez a teddy bear, ez egy selát volt, és hogy ez egy élő állat, és hatalmas, és őrült nagy fogai vannak, és leginkább elvére hasonlítom. És aki meg szeretné nézni, szintén nézze meg a rajzfilmsorozatot, Yesterday, csak annyira aranyos volt, hogy ő azt hitte egyből, hogy valami plusz állatról van szó, és hát nem. Úgyhogy a vulkániak csak ilyeneket dédelgetnek. De egyébként, ahogy mondtad, hogy a rajzfilmek közt a legviccesebb rész, igazából a Tosnak is a legviccesebb része szerintem. Sőt, még megkockáztatom a Deep Space Nine-nak is a legviccesebb része ez. Igen, abban mondjuk... Legalábbis az egyik legviccesebb. Jó, igen. Van még vicces része a Deep Space Nine-nak, de ez biztos, hogy a top 3-ban benne van. Én férfiasan bevallom, hogy a Deep Space Nine-nál ott egy kicsit most csaltam, mert a többit azt láttam, azt nemrég, amikor keresgettem a vatyákat, hogy hol vannak még triblik a vatyákban, csak most fedeztem fel azt a részt, és megmondom őszintén, nem is láttam elejétől a végig, ezt tudom, hogy összefut a, tehát összemontírozták a Tossal, tehát az egy az egy összemontírozták, és ott volt egy háttértörténetük, azt megmondom őszintén, hogy csak ilyen részleteket láttam belőle, és ugye ott, ha jól emlékszem, ott volt egy robbanó tribli is, nem? Igen, hogy az a plusz története a Toson kívül, hogy ő nekik még azt is meg kell keresni, hogy melyik triblibe van robbanó szerkezet elrejtve. És akkor nem elég az, hogy mert ugye a Kirkre ráborulott a sok tribli, és nekik még előtte meg kell találniuk, hogy melyik az, és ki kell sugározniuk a hajóból, hogy ne robbanjon föl. De egyébként én meg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én a This Is Nine-t azt ugye akkor láttam, amikor adták. Tehát én ezt a részt azt akkor láttam, amikor sugározta a tévé. És annyit már előre reklámoztak, hogy lesz majd egy olyan rész, amiben visszamennek az időben is, és ott lesznek a körkék idejébe. És az minden rajongó ezen volt fönnakadva, hogy ugye addig nem volt arról szó, hogy fogják megmagyarázni, hogy a klingonoknak miért ragyás a fejük. Mert az első ilyen ragyázott fej, ez az első mozifilmben, a 79-es mozifilmben jelent meg, minden átmenet nélkül, tehát egyszer csak a klingonoknak olyan lett a feje, és senki semmit nem mondott, hogy ez miért van így. De ugye a Tosban meg ez a rész, a triblis rész pont arra épít, hogy a klingonok úgy néznek ki, mint az emberek, nem lehet őket felismerni, és egyedül a tribli visítás az, ami elárulja azt a szereplőt, hogy ő klingon. Na most, hogyha ők ugye a Deep Space Nine-ból mennek vissza, és akkor még nem volt az Enterprise, azért mondtam az Enterprise-t az előbb, hogy az Enterprise-ben magyarázzák meg, hogy valójában a klingonoknak miért lett ilyen a feje. De hogy... akkor még nem volt az Enterprise sorozat, amikor a Deep Space Nine ez a rész volt, és az összes rajongó ettől a résztől várta, hogy na most, hogyha azért ott van a Worf a ragyás fejével, ezek meg visszamennek az időbe, és ott lesznek, ahol a klingonok még nem úgy néznek ki, hát most muszáj lesz megmagyarázniuk, hogy akkor a klingonokkal mi van, és akkor van ez a jelenet, az egyik kedvenc jelenetem, hát én ezt élő egyenesben láttam, amikor vetítették, és hát én ott leborultam az asztalra, és rögtem, mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyet megmertek csinálni, hogy amikor a Worfot kérdezik a többiek, hogy miért néznek ki másképp a klingonok, akkor így mondja, hogy erről nem beszélünk, és ennyit mond, és semmit nem magyaráz meg, hogy de hát ezt vártuk, hogy magyarázzátok meg, erről nem beszélünk. De jó. Huszárvágással megoldották. Én arra gondoltam, hogy klingon is lehet több fajta, tehát hogy van akinek ragyás a feje, és mondjuk egy másik bolygón meg... Nem, az egy ilyen genetikai mutáció, amitől ilyen. De egyébként, hát azóta ez a klingon kinézet, ez azóta is ilyen visszatérő elem, hogy ezen mindig vita van a rajongók közt, mert ahány sorozat, annyiféleképpen néznek ki. Tehát másképp néznek ki a Discovery-ben, másképp néznek ki a mozifilmekben, mindenhol másképp néznek. Én csináltam olyat, amikor kocsmakvízt tartottam Star Trek témában, hogy kiraktam a klingonokat, és be kellett azonosítani, hogy melyik sorozatban vagy mozifilmből vannak. Hát megőrültek a rajongók, hogy így be kellett húzgálni, és fel kellett ismerni a klingonok alapján a sorozatokat. Ez azért így
Hát igen, ez a Klingon kinézet, de ez akkor is egy akkora vágás volt, hogy itt nem magyaráztak meg, nem próbáltak meg semmi a teóriát adni neki. Erről nem beszélünk. És a másik poén, ami ott nekem kedvencem, ez amikor így mondják, tehát ugye ott vannak ezek a kis triblik, ugye azokat se ismerik a Deep Space Nine idejében. Bár egyik hozzáteszem, hogy én nem emlékeztem rá, de megnéztem, ugye van a Memory Alpha, ami a Star Treknek az ilyen, hát a Wikipédiája igazából. És abban benne van, hogy a TNG-ben volt egy rész, amiben valami étteremnél tribli van az összetevői közt az ételnek. Én ilyenre nem emlékszem, de valószínűleg annyira nem volt jelentősége ennek a dolognak, hogy tehát, hogy elvileg ott a TNG-ben akkor kellett, hogy ismerd, de lehet, hogy nem mindenki ismeri a tribliket. Tehát lehet, hogy nem is az van, hogy csak egyszerűen nem ismerik, tehát nem ismerhet mindenki mindent. Tehát hány faj lehet abban a galaxisban, és pont most nem biztos, hogy egy rágcsálót fognak ismerni, mert ilyen rágcsálóféle, vagy nem tudom miért. És hogy minden, hogy ennél a jelenetnél, amikor így a Worf mondja, hogy ez a Klingon birodalom legnagyobb ellensége, és hogy milyen mennyi erőfeszítésünkbe került, hogy kiírtsuk őket, meg ilyesmi, és akkor mondja az O'Brien, és aztán dalokat, vagy ilyen harci dalokat énekeltek a nagy tribli háborúra. Sajnos vicces tűnik, hogy tényleg a Klingonok a nagy harcos nép, és ezek a kis cukik és szőrös izék, hogy harcoltak. Igen, és nem a rajzfilmben már küzdenek egymással, de akkor ezek szerint, és ugye a rajzfilmben már úgy is hivatkoznak rá, hogy a Cyrano Jones akkor már megsértette mert ugye a TOS-ba még ugye hiába hivatkozik tehát még a Cyrano Jones mondja, hogy ugye vannak a veszélyes állatoknak a kereskedelmének a tiltása. Ugye a Föderációban, hogy nem lehet veszélyes állatokkal kereskedni. Viszont a rajzfilmben már konkrétan a Kirk már erre hivatkozik. Tehát mire a rajzfilm időben eljut oda, hogy a birodalom, tehát a Klingonoknál elszaporodott Tripli, meg Cyrano Jones csinált egy nagy balhét, addig a Tripli már tiltólistára került, mint veszélyes faj. Hát, érted, veszélyes faj? Ez olyan, amikor Buzz Spencer filmekre ráteszik a 12-es meg a 16-os karikát. Ez körülbelül olyan... De ha jobban belegondolsz, akkor itt tényleg igazuk van, mert tényleg egy veszélyes faj. Mivel milyen szíjen... Tehát, hogy túl tud szaporodni, ezért azért tényleg tud veszélyes is lenni, hogyha belegondolsz. Már ilyen amúgy alapvetően cuki, de... Jó, jut eszembe még a Klingonokra visszatérve. Képzeljétek, hogy egyszer voltam 2016-ban voltam, azt hiszem Londonban egy ilyen nagy Star Trekon, ami a háromnapos Star Trekon, és én vittem magammal a kis tribliaimet, és így sétáltattam őket így végig a konon. Mindenki odajött, és így simogatták, cuki. Csak én valahogy ezt elfelejtettem, ezt a klingonos dolgot, és elvetődtem egy olyan sarokba, ahol ilyen klingon birodalmi berendezések voltak, mert klingonok ültek, egy ilyen nagy tanácsasztal volt, gong volt kirakva nekik, ez ilyen nagyon klingonosra volt berendezve az a sarok. És én sétálgatok, és egyszer egy klingon harcos fölpattant, ordítva, és futott felém, és ordított, hogy vidd azonnal kifelé azt innen! Én meg ezt nem értettem, hogy nem esett le egyből az összefüggés, amikor leesett, ugye kezdtem rögni. És így fogtam, és így nem adom. És a rajongók is ott végig videózták meg minden, hogy teljesen szerepben volt a klingon. Igen. Nagyon aranyosak voltak. Sok ilyen összefüggésbe, szerintem a Discovery-vel próbálták átvezetni a régit az újba, hogy néznek ki a fajok meg a hatják. Tripliknél szerintem ott nem nagyon van változás. Maximum színben. Mert eredetileg én csak barnát és fehéret láttam. Én úgy emlékszem, hogy barna és fehér van csak. Azt, hogy későbbiekben milyen szín kombinál? Fekete. Fekete is van? Nem, nincs fekete, bocs. Nincs fekete. Az majd egyszer mutálom. Amúgy erre van valami, hogy triblikből ez a méret, tehát azért van különbség a méretükbe is, és hogy ez... Amikor azt nem mutatják, mert az Uhurának először egy picike van.
Egy egész picike, ugye, ilyen kis tenyérnyőkkel. Lehet, hogy a kicsik azok az újszülöttek. Végén meg van, ugye ezek a nagyok jönnek, ilyen egész nagyok vannak, ilyen fejméretűek is vannak a körknél is. Amikor ez nagyon vicces ez a rész, amikor a Körk leül így a panasnoki székbe, és akkor így maga alá nyúl, és ott van alatt egy tripli. Na, meg olyan is volt, amikor megvettem a két triplimet, ugye mutatta egy kicsi meg egy nagy, és akkor én így vittem, hogy így magamhoz öleltem a kettőt, és akkor simogattam, és az egyik barátom meglátott a triblivel, és így nagy boldogan, jaj, tribli, és oda nyúlt, és elvette, és ugye ott maradt a kezembe a kicsi, és erre mondja, szaporodik! Hoppá, akkor most kiderült, hogy szaporodott. Már a kezembe is, érted? De azért a jövőre nézve lehet, hogy egy Star Treknek kéne azért foglalkozni azzal, hogy a tribli, hogy... Hát, bár nem tudom, hogy a Strange New Worlds-be abban nem hozhatják be a tribliket, ha jó az idő sík, mert akkor ismerniük kéne a későbbi részekbe a tribliket. Kár pedig egyébként ott el tudnék képzelni egy ilyen őrült triblis részt, amilyen részeket most csináltak, ilyen mindenféle ilyen... Úgy kiléptek a keretekből, ahogy csak tudtak, és egyébként nagyon jól, tehát, hogy én, aki nem nézi, még azt, ne spoilerezek, de ahogy, ha még valaki nem nézte a Saint Jew World-ot, akkor én azt szívből ajánlom, tehát az egyik legjobb sorozat, komolyan, tehát... Zseniális. Én egyre jobban beleszeretek most már a második évad ment, de nagyon jó. Kassa Magdi, Kő Gergő és valamennyi kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.